ezekkel kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy a 8-as napirendi pontot a beterjesztő, a Csonka Jánosné kérte, hogy zárt ülésbe tárgyaljuk. Ezért a 8-as napirendi pontot a 11-es után fogjuk tárgyalni, és az mind a kettő zárt ülés lesz majd. Jó, akkor aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendeket, az ki? Igen. Ja, bocsánat, nem láttam, hogy szeretném. Parancsolj. Az zárt ülés kapcsán ugye a 11-es, az zárt ülésként van deklarálva. Igen. De utána az zárt ülés első napirendi pontja, az első napirendi pontja az zárt ülésnek az, hogy eldöntsük, hogy zárt ülése. Most ez számomra kicsit ellentmondásnak tűnik, tehát akkor már eldöntöttük, hogy zárt ülés a 11-es állami tulajdon ingatlan kigyenes, vagy pedig, mert van egy ilyen döntésünk. Hát igen, az a helyzet, hogy tegnap nem voltál itt, amikor az értekezletet tartottuk, és ott megállapodtunk abba, hogy mivel önkormányzati tulajdonról lesz szó ebbe, ezért zárt ülésbe tárgyalnánk, hogy... Úgy kérte. A másik esetben pedig az előterjesztő. Nem azért, hogy a jogszabály erejénél fogva van zárt ülés, hogy az állami tulajdon... Hát mondjad akkor, légy szíves. Jegyző mindjárt elmondja, hogy a 11-esnél miért zárt ülés van. Köszönöm. A jogszabály erejénél fogva van zárt ülés, tehát nem mit találtuk ki. A vagyonával való rendelkezés esetében. És a másik esetben pedig a hitvér kérte. Jó. Kielégítő? Válasz? Oké, de ott erre kell rendelni, akkor muszáj. Viszont mikor az ügyfél kéri, hogy zárt ülés, akkor nem kell. Akkor nem kell külön dönteni. Az a helyzet, hogy a napirendi pontnál is lehetett volna. Tehát a jogszabályról idézi a célpont az előterjesztésben, hogy mikor kell, ugye, mikor kell zárt ülést tartani, és ugye a pályázat, ez nem pályázat, a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sérteni. Na most abban az esetben, hogyha az önkormányzat és az állam között egy ingatlan átadás történik, itt nem olyan ügyfélről van szó, mint a másik zárt ülés kapcsán, hogy itt valami egyéni érdeket. Tehát itt én nem tudom felfogni, de két mondattal biztos meg tudom érteni, hogyha valaki megmagyarázza, hogy ha egy köz, az önkormányzat és egy másik köz, az állam között ingatlan átadás történik, ezt miért kell zárt ülésen tárgyalni, milyen érdeket sérthet a nyilvános. Már is mondom neked, ebbe a tárgyalásba fölmerülnek majd olyan tételek, hogy az önkormányzat mely területeken akar fejleszteni a jövőben, és ezt szeretnénk megelőzni, hogy különböző előnyökbe kerüljenek azok, akik majd tudni fogják, hogy merre megy a fejlesztés. Ezek szóba jönnek az állam és az önkormányzati terület közötti átadásnál, és ezzel szeretnénk védeni az önkormányzat érdekeit. Köszönöm szépen, teljesen. Jó, akkor ha nincs több kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el ezzel a módosítással a napirendeket. Jó, hat igennel elfogadtuk a napirendeket. Most nem fog zörögni a... Ezek szerint nem. Szójával szomszolat. Jó. Isten utána. Jó, rendben van. Mindig szólnak, hogy indul az Jó. Első napirendi pontunk a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról szól a helyi építési szabály szempontjából. Itt a településrendezési eszközöknél 4 részterületen kellett módosítást végezni, és ennek az egyeztetési eljárása most véget ért. A megyei főépítész jóvá hagyta, és most kell ebben a 4 ügyben a mi végleges
szavazatunk ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen. A négy ilyen rész, ez az M1-es autópályának a 2x3 sávosra bővítéséhez kapcsolódó területek átminősítése, a 636/1-es helyrajzi számú területnél egy módosítás, a 669/13-as terület, ez az iskola parkolójának az átminősítése, és a negyedik pedig a 022-es területen belül egy résznek az átminősítése, hogy intézményt is lehessen oda építeni. Kérdezem én, hogy van-e valakinek ezzel a négy területtel kapcsolatban valamilyen kérdése, véleménye, hozzászólása? Nincsen. Igen. Tehát először akkor van egy határozati javaslat, amely a módosításokról szól. Szójáról szavazhatunk. Igen, akkor a település szerkezeti tervről. Jó, azt látom már egyébként, az a, nincs probléma, csak hangot nem voltam. Tehát hat igen szavazattal megszavaztuk, és akkor most ugyanígy ezzel az egész rendelet módosítását, aki elfogadja, az kérem nyomja az igent. Hat igen szavazattal ezt is megszavaztuk, köszönöm szépen. Második napirendi pontunk a 020/65-ös helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó települési tanulmányterv elfogadásáról szól. Jelen vannak a kész KFT munkatársai, akik készítették. Ez a MLS-nek a bővítéséről szól a Pátyi területen, az a 10 hektár. Ez a tanulmányterv, és ahhoz, hogy a következő módon, ehhez kapcsolódó módosításokat is meg lehessen tenni a részen belül, ahhoz kell elfogadni a tanulmánytervet. Ha valakinek valamilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor a hölgyeknek föltetik. Ez a golfpályás területről van szó. 2006-ban mit csináltak az akkori részmigenek a területnek, és ide akkor az akkori tulajdonos kérésére 250 darab ikerházat engedtünk, mint lakófunkciót meg. Tehát 500 darab lakás ennek körülbelül, és ugye azt azért lehet látni, hogy eléggé fejlődik már a településünk, és úgy érzem, hogy nem igazán akarom a nagyobb lakossági számlélkedést, és én azt szeretném megkérdezni tervezni azt, hogy mód van arra, hogy ezt a 2500 a Viker házat, a lakófunkciót, tehát teljes egészében kivenni a tervező lakófunkciót, hiszen a mostani elképzelés, hogy sport, szabad központ legyen, ilyen a programmatag úr szerint vannak is a jelentkezők, hogy ilyen sportlétesítmények legyen. Nem indokolt a lakófunkció. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezt a lakófunkciós az egész bőkével nézni, és nem csak a vízszakáról beszélek, az egész bőkével, az egész szabad érvényes. Akkoriban az volt az ér, hogy ugye hát az ott dolgozók számára lakófunkció lehetséges legyen. Tehát nem hiszem, hogy ez most így jobban szeretném, hogy kivetném a 250 darab ikerház lehetőségét a tervezőből. Aki ezt nem fogja kérdésére. Köszönöm. A területet megvizsgáltuk, és nagyon fontos a év elején elfogadott budapesti agglomerációs területelődési tervnek a pont erre a területre vonatkozó előírásai, és olyan övezetre és területfelhasználásra került ez a terület, hogy itt lakó funkció nem lehetséges, sem vegyes, tehát ahol, igen, tisztán, különleges terület lehet, és azon belül a bányától a szemét lerakóig, ami nyilván itt nem játszhat, de megengedi a beépítése szánt, vagy beépített nem szánt különleges területen belül például a sportfunkciót, de lehetne ilyen egészségügyi, vagy hasonló különleges terület, lakó, nem vegyes terület nem lehet. Tehát intézmény, lakófunkció nem engedhető meg a területet. Köszönöm. Már hogyha... Nagyon köszönöm. Hát, ha nem lehet, akkor vegyük ki, mert ott benne. Én meg csak ezzel, hogy ne legyen benne sem. Nagy megtéveszem valami beruházót, hogy azt mondja, hoppá, mert már látom sok érdekességet a világban. Hogyha egyébként se lehet, és az aggótörvény nem engedi, hát akkor vegyük is ki, jó? Csak együtt működünk az aggótörvénynek. Köszönöm.
Jó, azért itt szeretném elmondani, hogy a néhány hete volt egy egyeztetés a minisztériumban ezzel kapcsolatban, és minden érintett ott volt, az MLS-től kezdve a Kész Kft., az ügyvédek, a részünkről a főépítész, meg én képviseltük az önkormányzatot, és végül is abban maradtunk, hogy ez az egész terület egy sport tartalék terület lesz, és többek között az önkormányzat is jelentkezik a területen egy igénnyel sport célra, úgyhogy ez most folyamatban van. Reméljük, hogy az összes többi terület, ilyen kisebb 10 hektáros területek ugyanígy sport célra fogják majd használni. Szabó István, parancsolj! Köszönöm szépen! Én úgy emlékszem, hogy a régiben sem lakófunkció volt, hanem szálláshely funkció volt, és az oték az nem, ugye nem tekinti lakónak a szálláshelyt. Most azt kérdezem, hogy ebbe viszont szálláshely funkció, mint olyan, az lehet, ugye? Igen, igen, lehet. Szálláshely, vendégház, szálloda, lehet. Segítség, parancsolj. És a hagyjáról csak biztos, hogy benne van a 200-ban a lakófunkció, nem is értem, hogy az aglótörvény nem engedi, akkor mi nem lehet kivenni. A minisztérium egy fontos intézmény számunkra, de mi döntünk itt helyben. És én azt szeretném, hogyha figyelembe vértelmetetesen mindenkinek az idények, hogy ez a 250 lakófunkció kikerüljön az egészből. Mert ma ezt ígérik, én a sokszor tapasztaltam sajnos, hogy ma ez van, holnap után meg más ígérnek. Akik ma ígértek valamit, az holnap után már elefelejt, és teljesen más igényekkel tud idejönni. Amíg benne van a lakófunkció, addig nem tudni, hogy milyen beruházékkel járni meg egy év múlva. Most épp ez az állapot. Egy év múlva lehet, hogy megint más lesz az állapot, és lehet, hogy éppen emiatt fogja megvenni a 500 darab lakását oda tenni. Ezért gondoltam, hogy ha már úgysem akarja az agrotörvénység, hát akkor mennyiből tart kivenni, semmennyiből. Ha akarjuk, ha nem az a szándék, hogy ez beépül. Én most kicsit érzek egy ilyen fajta szándékot, hogy miért nem akarjuk kivenni, ha egyébként sem lehet. Köszönöm. Gyuri, szerintem egy kis félreértés van. Ebbe a tanulmányterbe semmilyen lakófunkció nincs. Most csak erről a tanulmánytervről beszélünk. Ezt követi majd, ha ezt elfogadtuk, ezt követi majd a HÉSZ módosítás, és abban már, hogyha valóban benne van még, akkor azt akkor kivesszük. De most ebbe ehhez nem tudunk mit csinálni ezzel. Igen. Köszönöm. Én tudom, hogy működik a rendszer, mert elég jó, hogy csinálom ezt egészet. Az, hogy 10 hektár, ami most ugye a terpi határával szerepel, az pont ott is vannak lakófunkciós lehetőségek. Hát azért én akarom, és az, amit nem kéne benne vagy már most. Vagy legalábbis most jelezni, hogy ki... De hol van lakófunkció? Tehát a 10 hektár, és én tudom, hogy van. Nincs. Hát ebben a tanulmányterben... A tanulmányterben nincs a kettő, de erre a része van. Köszönöm. Hát én nem tudom. Hát oda gyűjtöttük fel észre. Éva, hadd kérdezzem meg, hogy a HÉSZ módosítás, ami ehhez szükséges, az most megváltoztatja majd ennek a területnek a besorolását. A tanulmányterv alapján, de a tanulmánytervben nincsen lakófunkció. Tehát... Nincsen lakófunkció. Többé nem, mert 110 hektár az egész, bocsánat. Értem, de... 110 hektár az egész, 10 hektár az egész. De most ez nem téma, tehát nem tudunk ebben, most hiába döntünk, azt mondjuk, hogy... De egyébként egyetértek vele, és a következő lépésben, amit majd szintén mi fogunk elindítani, ott már mindenképpen ezeket bele kell tenni. Én szerintem elég egyértelmű ez a tanulmányterv, és én úgy látom, hogy minden érintett végül is beleegyezett. Itt a legnagyobb döntés az az állami vagyonügynökség részéről volt, mert ez most jelen pillanatban az egész 110 hektár, ez az állami vagyonügynökségé, és nekik igazából nincsen semmilyen elképzelésük azon kívül, amit mi kérünk.
mint elkipolgármestere, mint én azt kértük, hogy ez a terület csak is sportcélokra, illetve valamilyen intézményi célokra lehessen használni. Úgyhogy folyamatosan, ami a terület tárgyalásáról szól, erről fog szólni, hogy mind a mi falunknak, Pátnak, mind esetleg bárki, aki ezen a területen szeretne, mint ahogy fölmerültek különböző sportágak fejlesztési területeként, úgyhogy reméljük, hogy ez hosszú távra megoldja ennek a területnek a jövőjét. Akkor én azt javaslom, hogy ha nincs több kérdés, hogy van egy határozati javaslat, amiben elfogadjuk a tanulmánytervet, akkor aki ezzel egyetért, az kérem nyomja az igent. 6 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pont, pátyolgató óvodába státusz biztosításáról. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Az óvoda kérte, hogy egy fő asszisztenset adjunk lehetőséget. Kérdezem a vezető óvónőt, hogy szeretne erről egy kiegészítést, vagy... Ugye megnövekedett az alapítók irányszerűt idényszámunk. Jelenleg még nem értük alapítók, de az év során azért valószínűleg erre szükség is lesz. Úgyhogy ezért szeretnénk egy plusz föl pedagógiai asszisztenst. A státus bővítést. Jó. A csoportvédszakok azok már jól, tehát túl fogják kérni azokat a területeket, amik az előírásnak. Előírás kutatályok megengednek, vagy szükségünk az kosszámberek, vagy akik megfelelően látásában. Jó, köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nincs. Akkor szavazzunk a határozati javaslatról, ahol egy fő pedagógiai asszisztens bővítésére adunk lehetőséget. Indul. 6 igennel megszavaztuk, köszönjük szépen. A negyedik napirendi pontunk a PVK Nonprofit Kft. Telephelyén szelektív gyűjtőpont létrehozása. Gondolom mindenki tudja már, hogy hosszú távú megoldásnak szeretnénk egy szelektív gyűjtőpont létrehozását a PVK Viatorbágyi úti út melletti telephelyén kialakítani. Közel vagyunk ahhoz, hogy szeptembertől szeretnénk beindítani próbaüzemmel ezt a szelektív gyűjtőpontot, viszont ennek a telepnek a működéséhez 5 embernek a munkájára van szükség, 3 éjjeli őr, illetve akik váltják egymást, illetve 2 nappali munkaerő, és az ezekhez szükséges fedezetnek a biztosítása lenne most itt a lényeg. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Monostori Ernő, parancsolj. Köszönöm. Gyere ide, Laci. Azt tudjuk, hogy a minőségi környezetvédelem az egy drága dolog. Ebben az esetben megéri meg szükséges, hogyha van rá pénz, és esetünkben hát számít rá. Ez a szelektív gyűjtőpont a leírás szerint hosszú módon 20 millió forintba kerül. Hát ezt erre szálljuk. Ennek a többsége az a bérköltsége ennek az új kollégának. Nekem az a kérdésem, hogy most mi gondolni a folyamatot, nem nagyon értek hozzá, de ha bekerül a telepre az anyag, ott valami kezelés történik, és onnantól kezdve a rakodás, meg a megnövekedett mennyiségű hulladéknak az elszállítása, az mint költség most vérlően kimarad, vagy ez a PVK-nak a költségében eleve benne van. Harmadik variáció, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, valami másik szervés. Tehát elég ez a 20 millió forint, vagy egy idő után megint jövünk, hogy még valami szükséges, mert erre meg arra. A kezelést követő
gépi munka, rakodás, elszállítás, ennek a költsége hol szerepel, hogy egyáltalán szerepelnie kell. Laci. Tiszteltel köszöntök mindenkit. Tehát nem akarok hosszú beszédet tartani ezzel kapcsolatban, de muszáj egy kicsit távolabbra menni. Ez az egész hulladék udvar ügy, ez azért valamikor 2014-re kezdődött, amikor mi még közszolgáltatók voltunk, és szervesen kapcsolódott ez a telephe, és egy bizonyos hulladék udvar kialakítása is a szolgáltatáshoz. Közben, amelynek a kiépítése is kezdődött, közben ugye a közszolgáltatás előtt éve a CVK-tól. A következő években hol felerősödött, hol helyet csökkent ennek a hulladék udvarnak az ügye. Igazából tavaly ősszel kezdődött újra, amelynek a költségeit meg is szavazta a kialakításra, az anyagi költségeit a testület. Ez év elején kaptunk egy felkérést a polgármesterünktől, hogy próbáljuk összeállítani valamilyen bátorságot arra vonatkozólag, hogy ennek a működtetése, mint olyan, ez mibe és hogyan kerülne. Tudjuk azt, hogy jogszabályokat kötelezik, illetve jogszabályok között mozoghatunk a hulladék történetben. A hulladék udvar, mint olyan, az csak közszolgáltató működtetett, alapítható gépethet. Vagy építhet. Mi erre ugye engedélyt nem kaptunk volna sosem. A közszolgáltatót, a területében illetékes közszolgáltatót megkerestük, a deponiát, a deponiai vezetőséggel, a deponiai vezetőséggel kétszer is leültünk, melynek kapcsán tisztázódott, hogy ők semmilyen formában nem szeretnének ilyen pátyot üzemeltetni, támogatják erkölcsileg természetesen a történetet. Amikor leültünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan működne ez, a felkérés az volt, hogy készítsünk egy vázlatos munkaanyagot, amely majd testület elé fog kerülni. Ez a vázlatos munkaanyag, amely lehetett volna a címe az, hogy beterjesztés a testület elé, munkamegbeszélés, stb. Ez van most a képviselő urak előtt. Mi nagyképűen tanulmánynak írtuk, de ez inkább egy ilyen vitaindító vitára kötelezhető, vagy megbeszélésre alkalmas anyagnak készítettük, még az év elején. Kapcsolatot tudtunk kiépíteni egy párti polgárral, aki telephely vonatkozásában helyet keresett, illetve komposztáló üzem létesítését szeretett volna létrehozni pártról, és mi rá is kattantunk, hogy úgy mondjam erre a történetre, hisz ő volt az az emberünk, akivel ezt a jövőben tovább is tudnánk végezni, hisz ő szakmailag is, papírilag is dokumentum szerint, tehát minden teljesen jó nekünk a hulladék udvarra. Ez még olyan május tájékán volt, és hát aztán ez az úriemben egy hónapos együttműködés után úgy eltűnt, felszívódott a köreinkből. Ezért a júniusra tervezett ugyanilyen ülésre már nem tudott bevenni ez az anyag. Az anyag nagy része így született meg. Ebben az anyagban mi részleteztük azt, hogy milyen jogszabályok írnak elő egy ilyen hulladék udvar. Milyen kötelezettségeink lehetnének, milyen a tárolási előírások. SAC per körülbelül egy 5000 fős településnek milyen költségei lehetnek ezzel kapcsolatban. És arra a megállapításra jutottunk, hogy ha mi ezt valamilyen módon is akarunk egy ilyen udvart üzemeltetni, akkor azt minek nevezünk. És így alakult ki az, hogy szelektív gyűjtőpont. Szelektív gyűjtőpontot az önkormányzat a területén bármikor létesíthet, így a PVK-nak a átadott ingatlan a területén is létesíthet. Kivált kép a szelektív hulladékok tárolására, ideiglenes tárolására, átadására, esetleges minimális kezelésére. Ennek a szelektív gyűjtőpontnak a anyagáramlását, a különböző frakciók nyilvántartását azt szigorúan szabály szerint kell végezni, ezért ennek a telephelynek zártnak kell lenni, őrzéssel kell rendelkeznie, stb. Azok a frakciókat, amelyek ide befogadtunk volna, elsősorban a szelektívbe. A papír és a karton. Nem jelenti ez azt,
hogy ezáltal megszűnne a lakossági házhoz menő hulladékgyűjtés, a szeleti hulladékgyűjtés, de ez ilyen plusz, hogyha valakinek még annyi papírja van, hogy nem tudta kirakni, akkor ide befogadnánk. Az üvegfrakciót, amely ugye jelen pillanatban a PVK udvarán történik, ott van 6 konténer, abból a felét oda vittük volna le, és akár szombaton is oda behozták volna. Fénycsillag elemek, akkumulátorok, amely itt zárt konténerben tárolni. A következő a műanyag frakció. Bekerült a 240-es számmal a fém hulladék is. Az utolsó kérés ez volt, amely bonyolultá teszi a folyamatot, de emellett a kerti, parkok és biológiai levonó hulladékok, stb. Átvétele és ürítése is ide kerülnek. Ez akkor alakult ki, akkor fogalmazték meg, amikor még úgy volt, hogy a szomszéd, tehát a közeli, tehát megtudatítható helyen egy komposztáló is működik tovább, amely most úgy hallunk, hogy nem tud létrejönni. Lényeg, ami lényeg, hogy úgy állunk a telephelyen, és a ügyvezető úr megbízásából tudom ezt mondani, hogy az udvar egy jó részének a betonodása megtörtént, arra, amire a költséget megkaptuk. Jelen pillanatban folyik a kerítés kialakítása és építése. A költöztetés északról délre a pavilonokkal megtörtént. Tulajdonképpen a infrastruktúra kialakítása az, ami még sürgősen szükség van. Tehát elvileg és gyakorlatilag is ősszel, tehát hogy szeptember 1 vagy, tehát ősszel el tudna indulni ez az udvar, működtethetővé válna, és akkor jön a kérdés, hogy hogyan. És ezek a határozati javaslatokban jól meg is vannak fogalmazva, hogy a működtetésnek a költségeit azt hogyan alakítsuk ki. Lakosság számára ingyenesen, ennek különböző vonzatai van aztán a PVK számára. Vagy legyen egy a lakosság számára egy frakciónak díja, vagy mondjuk a sittet azt mennyire rakhatják le. Ebből a pillanatok kezdve, ha mi díjat akarunk számolni, nem mi, hanem az önkormányzat és a ránk testálya, abban a pillanatban pontosan kell tudnunk mérni, pénztárgépet kell telepíteni oda ki, wifi kell, stb. Tehát itt most nem is tudunk ennél megállni, ha díjat akarunk megállapítani. Laci, egy pillanat, a kérdés az volt, hogy fölmerülnek-e ezen kívül még költségek, vagy nem. Hát ez természetes, hogy föl fog merülni, de bevétel is, mert azt még most jelen pillanatban a próbaüzem alatt fogjuk kialakítani, hogy a lakosságnak mely fajta szemétért kellene minimális összeget fizetni, és melyik az a termék, amit mi tudunk úgy értékesíteni, hogy abból még bevétel jön. Mondanám, hogy természetesen nekünk még további költségeink majd lesznek, de mérni még nem tudjuk. Világos. Ezért próbaüzemmel indul el. Hogy mekkora mennyiségű sittet vagy más frakciót szállítan oda be nap, mint nap a lakosság, nem tudjuk, nem látjuk. Ez majd egy próbaüzem alatt történne. De ezt még egyszer jelezom, mi egy szolgáltatást tudunk csak végezni. Mi a hulladékot nem adhatjuk tovább, hulladék kereskedelemben nem foglalkozhatunk. Tehát maximum a szolgáltatásunk, tehát se a jogi engedélyünk, semmi erre nem ad lehetőséget. A szolgáltatás az lehet, hogy a Pista bácsi helyett mi visszük fel a bányát a sitet. És akkor a pénztár gépen egy szolgáltatás, az tulajdonképpen egy árufúvalizás történne. Várjuk meg a próbaüzemet. Tehát ettől a pillanatok kezdve nekünk hitelesített mérletre van szükségünk, több millió forintokról beszélünk itt azonnal, ha díjat akarunk megállapítani. Amennyiben viszont mondjuk ingyenes lenne, akkor egy tolik határt kell megállapítani. A próbaüzem, meg
meg tulajdonképpen... Laci, értjük. Így van. Most a próba üzemhez szükséges költséget döntjük el. Így van. És a ott lent lévő üzemi területnek a üzemi költsége. Abban energia van, stb. Annak a Jó. Még le vannak itt kérdések. Szabó István parancsolja. Tehát én azt látom, hogy itt azért a próba üzem, mert szerintem azért ne december 30, valahol azt olvasom, hogy december 31-ig tart, mert itten több milliós bérköltségen felüli, hogy úgy mondjam, költség is összejöhet számunkra, amit meglepik, ki tudja az össze a környékről, mert lehet, hogy nem tudom, lakcímkártyát kértek-e, valószínű kértek, de én azt javaslom, hogy rövidítsük le, mert akkora hatalmas költségek is összejöhetnek, mert rengeteg szemét van, amit oda visznek, most ingyen lerakhatja bárki, tudod, hozza a matracát, ami lehet, hogy nincs is benne, hogy ott azt lerakhatja, de utána nem viszi vissza, hanem hogyha nem rakhatja le, akkor leborítja az árokba, vagy akárhol. Tehát azért ez egy eléggé meleg pita szerintem, és úgy gondolom, hogy az önkormányzat azért több 10 millió forintot nem fog tudni belerakni abba, hogy ez itten milyen jó a pátynak, mert összeszedjük a szemetét. Jó, hogyha nem a határba kerül ez ki, de igenis ennek a díját meg kell állapítani. Én raktam le ilyen hulladékudvarba, vagy akár gyűjtőpontba sittet annak idején Budapesten, ott nem volt mérleg se, ránézett az ember, azt mondta, hogy fél köbméter, és akkor ennyi a díja. Kiállított egy kis blokkot, aztán befizettem. És hogyha azt mondtam, hogy hát szerintem az kevesebb, akkor azt mondta, hogy vigyem, ahova akarom, aztán menjek, ahova akarok. Tehát gondolom, nem ilyet akarunk éppen. Lehet, hogy ez régebben volt, azóta lehet, hogy ennek szigorúbb szabályai vannak, hogy csak úgy pénzt fogadunk, vagy kiszámlázunk valakinek egy összeget. Tehát lehet, hogy valóban már pénztárgép kell meg hasonló. Szerintem azért olyan nagyon-nagyon, mit tudom, milyen hiteles mérleg, meg akármi véleményem szerint nem. Ránéz az az ember, akinek jó szeme van, és megbecsüli azt, hogy ez ennyiben, ez ekkora mennyiség, és ennek ez az ára a lerakásnak, és vagy tetszik, vagy nem. Tehát én ezt így tudom elképzelni. Másról is tudom, manapság is másról is így működik. Lehet, hogy törvénytelenül, ha törvénytelen, akkor nem tudok mit kezdeni, akkor valóban úgy járunk el, ahogy kell, de ingyenesen ilyen hulladékudvart nem működtethetünk, mert a gatyánkat ráfizetjük. Köszönöm. Sági jön. Köszönöm. Csak a piskálasztás. Tehát ez így működne, hogy szemre valaki megállapítja, az a fekete gazdaság alapja, hogy ez így nem működik. Ez pont. Köszönöm. Hát én is úgy kezdem, hogy a Czerta Lacival látunk is kezdtek kicsit a múltba. Hát azért Lacikám, elmondanám neked és a testületemben megjelentetnek, hogy a múltba ez úgy volt, hogy a lakosság nem fizetett szemétdíjat, bele volt építve az adóba. Ezt tudjuk nagyon jól, ugye? Amíg a deponia le nem nyúlta, ami bennem kivált, ami nem jött egy ilyen törvény, hogy át kell adnunk valakit ebben. Egyébként magunknak csináltuk, pont az volt a cél, hogy saját magunknak olcsóbban. Hát ez is hozzátartozik a múlthoz. Viszont a deponia 2014-ben elnyerte ezt az egész üzemeltetést, amit szerintem nem kell átadnunk, tehát a törvény kötelezett rá. Akkor az akkori pályázatban bele kellett volna írni azt, hogy igenis szeletét gyűjtőpontot is kell, hogy üzemeltessen, és csak így nyerhette volna el. Én biztos, hogy beletettem volna, akkor képviselő, hogy nem voltam. Ezt így kellett volna szeretem tenni, persze, de pont én most miért is vállalna el? Ez egy teher neki, egyébként meg a zsíros falat megvan neki, jó el van ebből, köszönni szépen. Ráadásul annyira, hogy még kaptuk egy plusz terhet emellett, miután a deponia vette át ezt az egész üzemeltetést, még a mézeshegyen is pénzért kell lehordanunk. Mert régen ez sem volt probléma, amíg a PDK üzemeltetett. Tehát ez nekünk nem igazán biznisz, az a szemétszállítás, meg az üzemeltetés. De pont néha köszönöm szépen, ő jó el van ebben az egészből. Úgyhogy én nem vagyok, hát kénytelen vagyok támogatni, nyilván ezt meg kell oldani valahogy, de szerintem az alapjai vannak elrakva az egésznek, a deponia teljesen másképpen van, más rendszerrel kell tenni, de beengedni. Ezt még a múltból, mi ezt 10 előtt úgy oldottuk meg, hogy tudtuk, hogy körülbelül, meg ismerjük a településünket, ugye? Tudtuk, hogy melyek azok a pontok a külterületen, ahol a nagy szeretettel leönti a lakosság a szemetet. És ezekre a pontokra ilyen 8 köbméteres konténereket helyeztük el, és minden héten egyszer kiültettük. Lényegesen olcsóbb volt, mint most. De hát most ez van, elkezdtük ezt a
bementük ebbe az utcába, nem tudunk most már mit csinálni. Az előtt az alkalmármester úr mondott, hogy a fekete, a díjazás, ez majd akkor követőtől este a dolog, ez már nem a mi feladatunk, ezt most én ezt mondom, távolgatom ezt így. Csak egy kicsit a múltban a hetébe lementi, akkor elnézést, és én is hosszabbra fogtam. Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy itt elsősorban arról a szemétről van szó, amit a deponia nem viszel. Tehát itt nem arról van szó, hogy most csinálunk egy olyan telepet, ahova levihetik az emberek, meg el is viszik tőle, hanem tudomásul kell venni, hogy az elmúlt két évben megháromszorozódott minden településen a hulladék mennyisége. Minden település vezető küzd azzal, hogy hogyan oldják meg, ugyanis ezzel párhuzamosan meg a kormányzat szűkíti azoknak a cégeknek a sorát, akik ennek a megoldásával vannak megbízva. A depónia is nap mint nap küzd a fennmaradásért, de ez minket különösebben nem érdekel, hanem én azt az utat keresem, amivel a megnövekedett hulladéknak olyan törvény által biztosított elvitelét tudjuk megoldani, hogy ne a fasorban, meg az árkokban, meg a különböző erdőrészletekben legyen a szemét, hanem adjunk helyet neki, hogy törvényesen az emberek hova tehetik le. Ez tőlünk nyugatra mindenhol így működik. Van egy szerződés a hulladékelszállítóval, és mindenki megteheti azt, hogy a települések szélén lévő hulladék udvarukba pedig leelszállítják azokat a hulladékokat, amit nem vesznek át egyébként ezek a szállítók. Ezen lehet gondolkozni, hogy ezt ne akarjuk fizettetni az emberekkel, vagy ezt mint egy szolgáltatást nyújtja az önkormányzat. Ezen lehet vitatkozni, és kérem is, hogy vitatkozzunk majd, amikor oda jut. De az első lépésként én úgy gondolom, hogy ennek a hulladék gyűjtőpontnak ez egy lehetőség. Természetesen akkor fogjuk megtapasztalni, hogy ez kell, nem kell, ha kell, akkor milyen formába kell, hogyha elindítjuk egy próbára. Avval egyetértek, hogy nem muszáj december 31-ig. Mi azért írtuk bele azt az időpontot, hogy ha úgy alakul, akkor lehessen addig, de természetesen, ha ez két hét alatt kiderül, hogy mik legyenek a határok, akkor azt két héten belül meg fogjuk tenni. Még egy gondolat, hogy ezt aztán nem ragozom. Ugye itt van egy fél éves próbaüzem körülbelül, azt mondom, hogy ha mód és lehetőség van, és a törvény engedi, keresni kell másik szolgáltatót, aki esetleg elvállalja a szelektív gyűjtőponttal együtt üzemeltetést. Meg kell próbálni. Ha nem próbálj meg, biztos, hogy nem fog sikerülni. Köszönöm. Meg kell keresni másik céget. Igen, természetesen. Hogy mondom, ez lehet. Ez lehet, így kell. És itt fogunk is ezt a parancsolat. Igen, csak még néhány mondat hozzá. Tehát azok a frakciók, azok a szelektív hulladékok, amelyeket ott átvennénk, azokat ugye helyileg is a lakossági házhoz menőben benne vannak a műanyag papír, illetőleg az üveg. Itt ami kilóg belőle mondjuk a sütt és a fém. A fémet azt azért javaslom újra gondolni, mert az nem hulladékgyűjtő tevékenységhez tartozik, tehát az egy egészen új kérdés lenne a cég számára, a fémkereskedelem. A sitt az pedig, kiszámoltuk, benne van ebben az anyagban, ennek a költségei minimális lehet, ha ebben a körben mondhatom, hisz a bányában ki van számolva, hogy mennyit és hogyan fogadják be, amelyet töltenek itt fent a bulvárán. Ővelük szerződésünk van, már kapcsolatunk van. Az utolsó frakció pedig a zöld. A zöldnek az elszállítása pártjól, a zöld szelektív hulladék, az minden második héten pénteken megtörténik a lakosság számára. Az a depónia szállítja és viszi, de a házaktól mi szedjük ugye le. Azok a zöldek, amelyeknek a zsákjait mi értékesítjük plusz, azt ugyanúgy a depónia szállítja és viszi. Tehát a zöld hulladék is így el tud tűnni. Fölhívnám a figyelmet akkor, ezek után, ha most ingyenesbe és próbaüzembe gondolkodunk,
az őszi ingyenes zöld leszállításról. Az, ami számunkra tavaly akkora csapás volt, hogy azt alig tudtuk túlélni. Egy hónapon keresztül szállítottuk, 4,5 millió forintba került. És nem tudtuk máshogyan. Nem ment el ez Székesfehérvárra, csak egy része ment el. Gondoljuk el, hogy a Fehérvárra a szállítás többe kerül, mint a lerakási díj. Hát ennek a megoldását próbáltuk mi azonnal megfogni akkor, amikor ez az úri ember jelentkezett nálunk, hogy ő szeretne komposztálót létesíteni. Ez volt nekünk a legnagyobb motiváció, amely most jelentőadban nincs. A lényeg, hogy ez nem tartalmazhatja. Jó, tehát ez legyen egy újabb napirendi pont a testületnek, hogy az ingyenes lesz, vagy hogy legyen az idén, vagy legyen-e, vagy ne legyen. Igen, most nem erről vitatkozunk, arról vitatkozunk, hogy szeretnénk-e, hogy beinduljon ez a gyűjtőpont. Ha szeretnénk próbaüzemmel, akkor annak ez a 5 ember feltétele van, és ezt most erre az évre, ha kiderül majd pár hónapon belül, hogy ez egyszerűen semmiképp nem működik, akkor megszüntetjük. De, és a közben persze természetesen találunk valami más megoldást, mert azért hozzáteszem, hogy nem csak a zöld hulladék jelent több milliós kiadást, hanem a veszélyes hulladék elszállítás is. És az, hogy egy évben egyszer valahol a belterületen belül összeszedjük, az idén lehetett érzékelni, hogy mennyi mennyiséget hordtak le az emberek, veszélyes hulladékot, és többek között itt abba gondolkozunk, hogy negyed évenként szerveznénk ezt meg. Ez a telephely alkalmas lesz arra, hogy negyed évenként az emberek lehozzák a veszélyes hulladékot, és ugyanaz a cég, akivel elvitettük egy évbe egyszer, ez így négyszerre elosztva sokkal könnyebben meg tudjuk oldani, mint azt, hogy egy évben egyszer. Úgyhogy Szabó István, tessék. Köszönöm. Nem csak az, hogy ez biztos, hogy nagyon fontos, hogy működjön egy ilyen telep. És jó, ki kell találnunk nekünk. Én szerintem a lakosság is meg fogja érteni, legalábbis a többsége, hogy egy minimális összeget fizet, ha nem tud mit kezdeni bizonyos hulladékával, hogy itt lerakhatja. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy bizony, amit megvásárolunk a boltban, azért kétszer kell fizetni, egyszer a boltban, meg egyszer, amikor elszállítják otthonról a szemetünket. És ezt szerintem a többség meg fogja érteni, és oda fogja rakni, és nekünk a hasznunk az lesz ebből, hogy kevesebb lesz az illegális hulladéklerakás, és ellenőrzött körülmények között össze lesz gyűjtve, el lesz szállítva, és nekünk meg arra kell törekednünk még, hogy úgy kell meghatároznunk a díjakat, hogy azért a településünket, hogy úgy mondjam, a költségvetésünket, ez azért olyan óriási mértékben ne terhelje ennek a költsége. Köszönöm. Tehát ha egyszer belefogunk, olyan nincs, hogy hát nem működik, és akkor addig kell ezt fabrikálnunk, vagy addig kell alakítanunk, amíg működik. Ha egyszer ott van, kialakítottuk, oda tettünk, nem tudom, 10-20 millió forintot, akkor nem tehetjük meg azt, hogy utána, nem jött be, rosszul gondoltuk, és akkor most abba hagyjuk. Ennek működni kell, tehát úgy kell nekünk alakítani, hogy ez működjön. Köszönöm. Jó, akkor javaslom, hogy szavazzunk. 3 határozati javaslatunk van. Az elsőbe, ahol biztosítjuk az összeget a 5 ember számára, illetve hogy a próba üzemet szeptember 1-től, és ugyanitt december 31-i időszak van, de ez a maximum. Tehát ha 2 hét alatt kiderül, hogy milyen formában, hogyan, akkor 2 hétig tart a próba üzem. Jó, akkor aki így ezt az első határozati javaslattal egyetért, az kérem nyomja az igent. 6 igennel elfogadtuk, köszönöm. A 2. határozati javaslatban a szükséges engedélyek beszerzése és a technikai feltételek alakítása. Jó, megvan a 6. És a 3. határozati javaslatban pedig, hogy kidolgozzuk a lerakáshoz szükséges díjaknak a rendszerét.
6 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A 5-ös számú napirendi pontunk a közterületek virágosításáról szól. Hát itt arról van szó, hogy a néhány filmgyár igénybe vette a pátyi közterületeket, és úgy gondoltam, hogy az ebből befolyó összeg, ami a 600.000 forint körüli összegről van szó, azt a virágosításra költsük. Most a különböző gyalogátkelő helyek, buszmegálló kiépítése közelébe vannak olyan területek, ahol nem gyepes, és ezeket a műszak összeírta. Kértünk rá árajánlatot a kertészektől, és akkor szeretnénk még az őszre ezeket a virágokkal beültetni. Van-e valakinek kérdése, más javaslata? Nincs, akkor aki egyet érte ezzel, azt kérem, nyomja az igent. Ezt tavasztól, vagy most őszre? Most, hónaptól. Hat igen, elfogadtuk, köszönöm. A 6. napirendi pontunk a Goodwill Consulting Kft-vel van egy tanácsadásról szóló megállapodásunk, amely most augusztus 31-ével lejár, viszont az őszre vonatkozóan van néhány pályázati lehetőség, meg most is folyamatban van egy vagy kettő, és ezért úgy gondoltam, hogy ne az legyen, hogy a következő testületnek majd újra kell kezdeni ezt az egészet, hanem az év végéig meghosszabbítanánk a Goodwill-al azokkal a feltételekkel, ami eddig is volt, a szerződést, és aztán majd az új testület meg majd kitalálja, hogy továbbra is ezekkel köte, vagy más megoldást akar. Kérdése van-e? Nincs. Akkor itt igen, kettő döntés kell, határozati javaslat, az egyikben, ahol arról döntünk, hogy meghosszabbítjuk december 31-éig. Igen, 6 igennel elfogadtuk, köszönöm. És a második határozati javaslat, az pedig a sikerdíjról szól, hogy ebbe a most folyamatban lévő bölcsődei pályázatnak a sikerdíjáról van szó. Azt meg kell szavazzuk. 8,5 millió forint, de ez a... Igen. Tehát ez a döntés, az általános tartalékból most át kell tegyük a 6 igennel. Megszavaztuk, köszönöm. A következő a Pannon antennával volt egy adásvételi szerződésünk, ahol eldöntöttük, hogy a Mézeshegyen azt a önkormányzati ingatlant eladjuk, csak az ő ügyvédje hiányolta, hogy a határozati javaslatunkban nem volt benne. Hát igen, ez valahogy kimaradt akkor, úgyhogy ez most utólag beletennénk, hogy a képviselőtestület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a vevő által elkészített adásvételi szerződés véleményezésére, a polgármester pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. Ez, ahogy a polgármester felhatalmazza a szerződés aláírására, ez hiányzott az előzőről. Ennek a módosításáról szavazunk akkor. 6 igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. A 9-es a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak a megválasztásáról szól. Látjátok, a határozati javaslatban jelen pillanatban Bozsóné Kovács Jolán, Karvázi Szabolcs és Kerék Zsuzsanna lenne a 3-tagú helyi választási bizottság, és 2 póttag kerülne hozzá, Dorogi Anna és Cseke András. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
nincs, akkor aki ezzel egyetért, azt kérem nyomja az igent. 6 igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. 10-es a önkormányzati választáshoz pótelő irányzat biztosítása. Bizonyos költségek fölmerülnek, gépkocsi vezetők megbízási díja, portaszolgálat, stb. És a választások lebonyolításához kellene plusz 500 ezer forint. Van-e kérdés? Akkor szavazzunk. 6 igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. És akkor a következő két előterjesztés a zárt ülés lenne.